Létrejött a szuverenitásvédelmi Hivatal, amelynek munkáját a titkos szolgálatok is segítik, illetve akár három éves börtönbüntetéssel sújthatják mások mellett azokat a jelölteket, akik külföldről érkező támogatást használnak fel. Egyebek mellett ezeket a fő pontokat tartalmazza a kedden benyújtott szuverenitásvédelmi Törvénycsomag. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője, közösségi oldalán azt írta, az új törvény becsukja a kiskaput a választási trükközés előtt, és következménye lesz annak, ha valaki külföldi pénzt használ fel. A kampányában. Még júniusban is érkezett az Action for democracy több mint 400 millió forint. Mások mellett a baloldal közös miniszterelnök jelöltje Márki Zaj Péter is bevallotta, hogy a választási kampányban több millió dollárt kaptak külföldről. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. És azóta a Karácsony Gergelyhez köthető 99 mozgalom is egy hasonló ügyben lett érintett elkezdtük stratégiai szövetségek építését. A Nemzeti Információs Központ jelentéséből kiderült, az Action for Democracy szervezeten és egy svájci alapítványon keresztül több mint 4 milliárd forint külföldi pénz landolt a baloldalnál a tavalyi választási kampányban. A külföldi megbízók célja a befolyásszerzés és a választói akarat irányítása volt. A parlament elé került a szuverenitás védelmi törvény, közölte a Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, a tavalyi kampányban a baloldali politikusok a törvényeket kiátszva külföldi szervezetektől fogadtak el pénzt, hogy hatalomra kerüljenek, ezzel kockára téve hazánk szuverenitását. Kocsis Máté azt írta, ennek a jelenlegi szabályok miatt nem lehetett komolyabb következménye, viszont, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer, az új szuverenitási törvény becsuk ki a kiskaputa a választási trükközések előtt. Az új törvénycsomaggal létrejön a szuverenitás védelmi hivatal, amely egyebek mellett a külföldről érkező befolyásolási, dezinformációs és a választói akarat befolyására irányuló kísérleteket vizsgálja, blokkolja, majd azokat a nyilvánosság elé tárja. A szuverenitás védelmi hivatal munkáját a titkos szolgálatok is segítik a már rendelkezésre álló, illetve új információk felhasználásával. A független hivatal elnökét a köztársasági elnök nevezi ki. Módosul a büntető törvénykönyv is, amibe bekerül a választói akarat tiltott befolyásolása passzus. Három évig terjedő szabadságvesztéssel lesújtható az, aki egyebek mellett tiltott külföldi támogatást használ fel. A törvénycsomag módosításai a szuverenitási múrendszerét erősítik, illetve a külföldről finanszírozott politikai korrupció visszaszorításával a demokratikus választói akarat érvényesülését szolgálják. Erről az Alapjogokért Központ írt. Mint fogalmaztak, a szuverenitás védelmi törvényjavaslat új fejezetet nyit a Magyarország önrendelkezéséért folytatott küzdelemben. A Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért Felelős Államtitkár a közösségi oldalán azt írta, a magyar szuverenitás egyik legnagyobb ellensége Soros György és fia Alexander Soros. Kovács Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy egyik lapjukban a Project Syndicate-ben a Soros Birodalom most kifejezetten arra buzdítja az EU-t, hogy végezzen, csapjon le és zsarolja meg pénzügyileg a demokratikusan megválasztott kormányokat. Mi ez, ha nem közvetlen beavatkozás a belügyeinkbe, teszi fel a kérdést az államtitkár. Kovács Zoltán szerint Soros György maga is számtalanszor megírta, hogy eltökélten beavatkozik Magyarország politikájába, és ez a szándék nem szűnt meg azzal, hogy átadta a vezetést a fiának.